Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Február nagyon gazdag népi időjóslásokban. A hónap elején rögtön itt volt a medvejóslás, kijött a barlangból, meglátta árnyékát, vagyis lényegében megláthatta. Így visszabújt, mert tudja, hosszú lesz még a tél. Eztán jön még Dorottya Juliannával, akik szintén híres időjósok, majd a hónap végén Jégtörő Mátyás. A természet is sok mindent előre jelez, ha például vörös az ég alja, akkor nagy szél lesz, vagy ha reggel és nap nyugtakor leereszkedik a köd, akkor száraz, meleg idő várható. Ez most így lesz, több helyütt leereszkedett a köd, ahogy a hőmérséklet is, ezúttal már 0 fok alá is. Gyengén fagyni fog tehát reggel, a ködön át azonban a napsugarak eljutnak a földre, kivéve az északkeleti és a délnyugati vidéket. E szélső égtájakon eddig is ködösebb volt az idő, most viszont még sűrűbb és még hosszabb ideig fennmaradó köd valószínű. E területeken a levegő nem tud majd melegedni, illetve csak nagyon lassan, azaz ismét jóval elmarad a hőmérséklet északkeleten, itt csupán 4, máshol általában 11-13 fokig érkezik. Más változásban nem lesz részünk, jobbára marad a tavaszíjasan enyhe idő. A jövő hét elején 8-9 fokos nappali maximummal és 0 fok körüli éjszakai minimummal. A reggeli köthajlam továbbra is erősödik, térben, időben egyaránt, szerdán pedig az odafönti felhők is megszaporodnak majd. Köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát kívánok! A medvével legel. Fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. Ézsaiás könyve, 11. fejezet. Tamás az általa leginkább kedvelt 3 színben, feketében, fehérben és pirosban képzeli el az idei báli estei divatot. A tervező, aki szerint egy nőnek mindig el kell kápráztatni a közönségét, rafináltan áttetsző, a női alak szépségét, karcsúságát hangsúlyozó, finoman dekoltált ruhákat kreált. A kollekció minden felesleges túldíszítettséget nélkülöző, de semmiképp sem feltűnésmentes eleganciát képvisel. Ezekben a darabokban egyszerre lehetünk jól öltözöttek, figyelemfelkeltőek és egyszerűen a legszebbek.